bizakodóak a gazdák. 13. alkalommal szerveztek gabona konferenciát Baján. Megszépült környezetben. Átadták a területi védőnői szolgálat felújított épületét. Éremeső a kajakkenusoknál. Eredményesen szerepeltek a Mogyi Bajai Vízisportklub növendékei. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Június 8-a csütörtök van. Friss hírekkel jelentkezünk itt a Bajai Televízióban. Újabb gabonakonferenciára várták az agráripar és a kereskedelem jeles képviselőit. A 13. partnerségi találkozóra az előző évekhez hasonlóan ezúttal is az ország minden pontjáról és a határon túlról is érkeztek vendégek. Az idei találkozó változatlanul az időjárási tényezők és a nemzetközi helyzet okozta problémák megoldására fókuszált. A Gabona konferencia célja közel 15 éve változatlanul az, hogy találkozási és tanácskozási lehetőséget biztosítson az ágazat képviselői számára, mondta Nagy László, a Bajai Országos Közforgalmú Kikötő Működtető Kft. Ügyvezetője, a program főszervezője. Ismét közel 150 fő jött el szakember sok országból, Konstancától az északi tengerig, és tulajdonképpen mondhatnám azt mondani, hogy ez, hogy szántóföldtől az asztalig, tehát aki ebben az üzletben részt vesz, termelő, kereskedő, szállítmányozó, feldolgozó, tehát aki bankárok, a finanszírozás miatt, tehát mindenki, aki tulajdonképpen érintett ebben a nagyon széles körű szakmában. Két éven át a pandémia nehezítette meg az ágazatban dolgozók munkáját, az elmúlt esztendőben pedig az orosz-ukrán háború és az évszázad aszályaként számon tartott csapadékmentes időjárás okozott fennakadásokat a hazai gazdaságban. Vancsura Kornél, a Baja környéki mezőgazdasági vállalkozás elnöke kiemelte, 2022-ben a kukorica termése mintegy 65%-kal, a napraforgói pedig közel 45%-kal csökkent a földeken. Nagyon nehéz most olyan hagyományos megoldásokat találni a piaci zavaroknak a kezelésére, mint amire korábban lehetőség volt. Úgyhogy mindenképpen egy útkeresésben vagyunk, és ez a konferencia ez mindenképpen szerintem hasznos, hogy az ágazat különböző szereplői valamiféle új megoldást találjanak. Az alacsony hazai termés következtében megindult a külföldi, elsősorban ukrán gabona behozatala. Ez azonban jelentősen átrendezte a piacot. Az olcsó import áru kiszorította a hazai gabonát, így azt sok esetben nem tudták értékesíteni a termelők. Többek között ez a probléma is felmerült a konferencián. Ahhoz, hogy ez az ágazat ebben az évben előre tudjon menni, illetve túl tudja ezt a válságot élni, ahhoz az kell, hogy az bent lévő exportokat az Európai Unióból is és hazánkból is exportálásra kerüljenek, illetve növekedjenek a belső felhasználás, gondolok itt az ipari felhasználásra, a biodízel, a bioetanol programra. A szállítmányozás terén is újabb megválaszolandó kérdések merülnek fel, köztük az energiaárak és a fuvarozó cégek tarifáinak változásával kapcsolatos témakörök. Hangzott el a találkozón. Az üzemanyagárak minket, mint vasútvállalat nagyon befolyásol a trakciós energiának a díjváltozása. Ez egy nagy kérdés, és hogy ezt hogy lehet érvényesíteni nyilván a fuvardíjakban, és a mi ügyfeleink hogy tudják ezt az árértékében érvényesíteni. Ez az egyik fő kihívás. A gabona exportálása szorosan összefügg a kikötők forgalmával. A tavalyi évben a külföldi transport csökkenésével a vízi szállítmányozás is visszaesett. Az ingadozó vízállás pedig tovább fokozta a problémát. Kevés a víz, vagy kevés a gabona. Most volt víz egy darabig, de nem volt elég gabona. Ebben az esztendőben viszont az első 3-4 hónap nagyon-nagyon nehéz volt. Tehát teljesen eltűnt a gabona, a termelők ráültek, az árak azok játszadoztak, ugye az ukrán háborúra is rá lehet fogni, a nemzetközi helyzet sem segített, úgyhogy a magyar dunai kikötők első negyedévével nem vagyok elégedett. Nagy öröm, hogy másfél évtized után is minden évben Baján látják vendégül az ágazat képviselőit. Emelte ki köszöntőjében Hajdú Miklós alpolgármester. Azt gondolom, hogy minden korábban is itt lévő, tehát az eddigi rendezvényeken is itt lévő, és az újak is,
nem véletlenül jönnek Bajára, nem csak a meghívás miatt, hanem azért, mert jó is Bajára jönni, illetőleg kapnak olyan muníciót ettől a konferenciától, akár a kapcsolatok fenntartása, ápolása, továbbépítése szempontjából, akár pedig az üzleti tapasztalatok, lehetséges megoldások átadása ügyében. A Gabona konferencián Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője is köszöntötte a megjelenteket, aki az esemény jelentőségére hívta fel a figyelmet. Azért fontos ez a találkozó, mert ilyenkor nagyjából mindenki, aki ezen a területen dolgozik, nem csak szakmai előadásokat tud meghallgatni, hanem beszélgetni is tud egymással, netán még, ha minden jól megy, akkor megoldásokat is kell tud találni, hiszen nem csak a kormány tud segíteni ezen, hanem egy széleskörű szakmai összefogás is. A képviselő kiemelte, a kormány a hazai piac erősítése érdekében korlátozta az Ukrajnából érkező olcsó gabona behozatalát. A szankciót pedig nemrég meghosszabbították szeptemberig. Közben elindult az új agrártámogatási ciklus is, amely további forrásokat biztosít a magyar gazdák számára. A találkozón elhangzott, az idei évre vonatkozóan bizakodóak a termelők. A tavalyi asszállyal ellentétben most megfelelő a lehullott csapadék mennyisége, a termőterület pedig több százezer hektárral nőtt. Így a számítások szerint a tavalyihoz képest jóval nagyobb termés várható. A tanév befejezése után június 19-től regisztrálhatnak a nyári diákmunkára azok a tanulók, akik már korábban leadták jelentkezésüket Baja megyei jogú város önkormányzatánál. A Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal Bajai járási hivatal foglalkoztatási osztályának tájékoztatása szerint egyelőre még nincs hivatalos információ a program indulásáról, azonban várhatóan idén is meghirdetik azt. A regisztrációhoz a személyes okmányokra is szükség van, ezek listája az önkormányzat honlapján érhető el. A program meghirdetése után a jelentkezési lapok leadásának sorrendjében értesítik a jelentkezőket az általuk megadott e-mail címen, olvasható Nyirati Klára polgármester felhívásában. Lezárultak a munkálatok a területi védőnői szolgálat Kolozsvár utcai épületében. Amíg tavaly szeptemberben kezdődött felújítás során végig zavartalanul folyt a munka a védőnői rendelőben, nemrég pedig be is fejezték az intézmény korszerűsítését, amelyet az önkormányzat és a sajtó képviselőinek csütörtökön reggel mutattak be. A területi védőnői szolgálat felújítása áprilisban fejeződött be a Kolozsvár utcában. A régi épületben már évek óta nem volt korszerűsítés, ez alkalommal pedig egy nagyobb beruházásra volt szükség a renováláshoz. Városunkban magas az éves születésszám, ezért is kiemelt fontosságú a védőnök munkája. Egy évben 250-260 újszülött születik a városunkban, akik Baján élnek életvitelszerűen. 10 védőnői körzet van, és mi 7 éves korig gondozzuk a gyerekeket. Tehát ameddig iskolában nem mennek, van, aki 6 évesen megy, van, aki 7 évesen. A terület és településfejlesztési operatív program pályázatán 46 millió forintnyi támogatást nyert az önkormányzat, amely a fennmaradó több mint 40 millió forintot önerőből tette hozzá a felújításhoz. Ez a felújítás úgy valósulhatott meg, hogy az önkormányzat toppos pályázat kereteiben pályázott energetikai felújításra, ugye a saját tulajdonunkban lévő intézményeket tudjuk így felújítani, így került sor ennek az épületnek is az energetikai felújítására. Ennek keretében ugye nyilászárót cseréltünk, a homlokzatot felújítottuk, hőszigetelés, napelembeépítés, fűtésrendszer korszerűsítése történt meg. Az épület az állapota miatt a pályázatban foglaltakon felül még néhány alapvető korszerűsítésen is átesett. A kivitelezők a rendelők feletti lakást is rendbe hozták, ennek hasznosítása egyelőre még kérdéses. A pályázat fenntartási ideje alatt ugyanis nem üzemelhet profittermelő módon a lakó ingatlan, ezért az önkormányzat majd eldönti, hogy szociális céllal bocsátja el valakinek a rendelkezésére, vagy egy alapítvány szakkör használhatja majd a lakást. A fiatalok és a családok támogatása megállíthatja a bajai lakosság csökkenését, mondta el Nyirati Klára polgármester. Ahhoz, hogy segítsük a bajaiakat, hogy elérjük azt, hogy valóban ne költözzenek el ebből a városból, ahhoz ilyen aprónak tűnő, de ugyanakkor anyagilag mégis
hatalmas beruházásokat kell megvalósítanunk, egyiket a másik után. És ez is egy lépés ahhoz, hogy a város vonzóbb, élhetőbb legyen. A városvezető hozzátette, a korábban a bajai rotarisok által festett motívumok továbbra is a falakat díszítik, ezzel megőrizve az épület identitását, amely már évtizedek óta áll a gyerekek szolgálatában. Zöld óvoda, cím megtartó zöld óvoda és örökös zöld óvoda cím elnyerésére pályázhatnak a köznevelési intézmények. Az Energiaügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium által meghirdetett program elősegíti a környezettudatos és fenntarthatósági szempontok elterjesztését, valamint biztosítja az élményekre és tapasztalatokra épülő környezeti nevelést. A minél fiatalabb korban megkezdett szemléletformálás alapvető fontosságú, ezt segítik a zöld óvodák is, tájékoztatott a minisztérium. Rajsz Anikó környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár kiemelte, a pályázati rendszer 17 éve indult, jelenleg mintegy 1100 óvoda tagja a programnak. A kormány célja, hogy a magyarországi zöld óvodák hálózata a mentorálási rendszerrel, az akkreditált pedagógus továbbképzéssel és új oktatási segédeszközök biztosításával még tovább bővüljön. A pályázó óvodák a felhívásban meghatározott kritériumrendszer alapján önértékelést készítenek, amelyben beszámolnak az intézményben folyó tevékenységekről. A pályázatokat szeptember 30-áig lehet benyújtani a minisztériumnak. Idén is pályázhat a lakosság az önkormányzat növénytelepítési támogatására. A tavalyi évhez hasonlóan idén is 3,5 millió forint áll rendelkezésre, azonban változott a jelentkezők köre. 2023-ban Baja teljes belterületének közterületei, valamint a város lakótelepei élhetnek a lehetőséggel. A Fás-Liget növénycsomagra az érdeklődők 2023. augusztus 11-éig adhatják be kérelmeiket. A tavalyi évben 20 pályázat érkezett az önkormányzat növénytelepítési támogatására, amelyből 9-et bíráltak el sikeresen. Mivel többen éltek volna a lehetőséggel, azonban lakóhelyük nem szerepelt a kijelölésben, az önkormányzat úgy gondolta, kiterjeszti a pályázók körét a városban, így idén Baja teljes belterületének közterületei, valamint a lakótelepek is jelentkezhetnek. Nyilatkozta híradónknak Rubus Anikó, a Városüzemeltetési és Városrendészeti Iroda vezetője. Ezt a pályázatot az önkormányzat átruházott hatáskörben a Környezetvédelmi Civil és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága által kiírt pályázaton hirdeti meg. Tulajdonképpen annyi volt az előírás, hogy a gondozást kell vállalni. Az önkormányzat fogja a növényeket, a körülményeket, tehát az előkészítéseket biztosítani, a szakmai hátteret biztosítani, és egy 3 éves megállapodást köt az önkormányzat a pályázókkal, akik az utógondozásban segít jelentenek, ott előírásra kerül, hogy milyen módon fogják ezt a zöld felületeket rendbe tartani, és milyen feltételekkel lehet esetleg a növénypótlásokat megoldani. Rubus Anikó hozzátette, 300 ezer forint jut minden egyes pályázat esetén, ebből az összegből lehet majd a növényeket telepíteni. Görgei Reiner Rita, a Zöldebb Bajáért program szakmai koordinátora elmondta, tavaly is része volt a programnak a Fás-ligetes kialakítás, erre fektetnek most nagyobb hangsúlyt. A pályázható növénycsomagban így őshonos és néhány idegen honos faj kertészeti változatához juthat majd a lakosság. A szervezők kiemelték, fontos előzetesen tájékozódni az ingatlanok esetében a közművek elhelyezkedéséről, ez ugyanis befolyásolhatja az ültetést. A szakmai koordinátor azt is elmondta, folyamatosan dolgoznak a város zöldítésén, ehhez akár egyéb alternatív módszereket is bevezetnének. A növénykandeláber egy rendkívül könnyen telepíthető szerkezet, amelynek az a lényege, hogy az ernyő részére kerülnek, kúsznak fel a növények, amelyek a lombozatukkal ugyanúgy takarást és árnyékot biztosítanak, és mindazt a rekreációs élményt, amiért kellemesebb végig sétálni vagy végig haladni a Kossuth Lajos utcán. A Zöldebb Bajáért program keretein belül 2 millió forintot szavazott meg a Környezetvédelmi Bizottság erre a fajta kialakításra, amely egy elindulás, és reményeink szerint a jövőben folytatható a több olyan utcán is, ahol szintén erre a megoldásra van szükség, és még az idén megvalósíthatóak, kitelepíthetőek a növénykandeláberek. A Zöldebb Bajáért program célja, hogy a város zöld felületei növekedjenek a jövőben,
további törekvéseik között pedig többek között az úgynevezett zöld buszmegálló kialakítása is szerepel. A napokban 22 tonnányi olyan gyógyhatású készítményt semmisített meg a rendőrség, amelynek nem volt forgalomba hozatali engedélye, fogyasztása pedig akár egészségkárosodást is okozhatott volna, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A hatóság tájékoztatása szerint 2 évvel ezelőtt indult nyomozás különböző étrendkiegészítők internetes terjedésével kapcsolatban. A termékeket elismert és nagy szaktekintélyű professzorokkal, illetve neves szakemberekkel reklámozták az érintettek hozzájárulása nélkül. A többségében közösségi oldalakon terjedő promóciókban többek között immunerősítő gyógyszereket, magas vérnyomásra, érrendszeri problémára és cukorbetegségre pozitívan ható tablettákat hirdettek, amelyek különböző külföldi forgalmazókhoz voltak köthetők. Több ügyben a Nemzeti Védelmi Szolgálat tett fel jelentést, a büntető eljárások mindegyike a fogyasztók megtévesztése és személyes adattal visszaélés miatt indult. A 130 fajta készítményt szakértői vizsgálatnak vetették alá. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet a termékek többségéről azt állapította meg, hogy bár természetes, növényi eredetű komponenseket tartalmaznak, de a forgalmazók által ígért hatások kiváltására alkalmatlanok. A Készenléti Rendőrség és a Nemzeti Védelmi Szolgálat felhívta a figyelmet, hogy senki ne vásároljon ismeretlen eredetű és összetételű, be nem vizsgált, forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező termékeket. Két versenyen is eredményesen szerepeltek az elmúlt időszakban a Mogyi Bajai Vízisportklub növendékei. Előbb Győrben, majd Faddomboriban szálltak vízre a kajakosok és kenusok, ahonnan több éremmel tértek haza. Sikeres heteket tudhat maga mögött a Mogyi Bajai Vízisportklub utánpótlás korosztálya. A fiatalok május végén a Kadler Gusztáv Maraton Magyar Bajnokságon bizonyíthattak. A bajai csapat 16 fővel vágott neki az 5, 10, 14 és 15 kilométeres távoknak egyes és páros hajókban. A győri versenyt egy 6. és 2/4. Helyezéssel zárták. Emellett Kékesi Brigitta révén sikerült egy érmet is hazahozni. A maraton az nagyon jól sikerült szerintem. 2. lettem, ezáltal megelőzve azt, aki eddig mindig megelőzött engem. Brigitta az idei szezonban már egy új hajóban versenyezhet, melyet a Kammerer Zoltán Akadémiától kapott használatra az előző évi eredményességéért. Az elmúlt hétvégén Faddombori adott otthont a regionális kupának, ahol a bajaiak 24 fővel vettek részt. 2 bronzérem és 5 ezüstérem mellett 4 arannyal is büszkélkedhetnek a fiatalok. Schieber Dávid egyéniben és Kékesi Miksával az oldalán párosban is felállhatott a dobogóra. A maraton után lebetegedtem, egy hétig nem edzettem, és utána viszont rábírtam venni anyáikat, hogy indulhassak a versenyen ott is. Egyesben az elvárt helyet hoztam, a 2. helyet. Párosban ott nem mentünk valami nagy célra, csak tovább szerettünk volna jutni a magyar bajnokságos fordulóra, és a 2. helyet elértük, tehát tovább jutottunk. Az aranyérmeket kenuban Kékesi Brigitta és Pintér Panna, míg kajakban Keller Hanna szállította. A kenusok kiemelkedő szereplésére az edzőjük Bónyai Regina is büszke. Ami meglepő volt, hogy már egyre jobban tudnak úgymond versenyhelyzetben gondolkozni, hogy nem kell annyi segítséget adnom kívülről, mint amennyit még gondoltam volna. Nagyon szépen tudnak alkalmazkodni a vízhez, az időjáráshoz, és azt gondolom, hogy évről évre fejlődnek. Mindenki nagyon ügyes volt. A fiatalok a remek teljesítményük után legközelebb 2 hét múlva szállnak vízre. Június 23-án és 24-én Faddomboriban rendezik meg a Magyar Kupát, ahol több bajai fiatal is éremesélyesként indul. Főbb híreink következnek most egy-egy mondatban. Bizakodóak a gazdák. 13. alkalommal szerveztek gabona konferenciát Baján. Megszépült környezetben. Átadták a területi védőnői szolgálat felújított épületét. Éremeső a kajakkenusoknál. Eredményesen szerepeltek a Mogyi Bajai Vízisportklub növendékei.
Kedves nézőink, ezek voltak a friss hírek csütörtökön, legközelebb holnap este 6 órakor várom majd Önöket friss összeállítással. Hátra van még az időjárás és vízállás jelentés. Én a műsorkészítő kollégák nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken erősen gomoly felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Helyenként előfordulhatnak záporok, zivatarok, a közelükben a légmozgás is felerősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 27 fok között alakul, késő este 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.